hogy meg kell valami csinálni. Atyával az égében is most, hogy dicsértem. Uram, te szent vagy. Drága mennyi, Atyám, hálásak vagyunk, Uram Istenem, hogy elküldted egy szület pillanat, Uram. És ő valóban szentségben volt, Uram. Ő beteljesített a törvényt, Uram. És legyőzte az ellenséget, Uram, hálásak vagyunk, hogy minden bűneinket fölvitt a Golgotai keresztre, Uram Istenem. És az ő sebeiben meggyógyultunk, Uram. Mi ezt hittel vesszük, Uram, és megvalljuk, Uram Istenem, hogy Úr Jézus Krisztusban hiszünk, Uram. És Atyám, megvalljuk, hogy mi hiszünk, hogy Úr Jézus kiontotta a drága vérét, értünk, Uram, és mindenkit, hogy üdvösségre juthassunk, Uram. És Atyám, mi megvalljuk hittel, hogy a mennyei Atyám, te föltámasztottad harmadnapon, és ott van a te jobbodon, Uram. És ő a királyok királya, Uradnak Ura, kinek a nevére minden tét meghajol, menjen földön, föld alatt lévő, Uram. Atyám, hála tölti el a szívünket, Uram Istenem, hogy minket porból védettél, Atyám, de Isten fiaival tettél, Uram, mi hittel megvalljuk, hogy hiszünk, és mi hittel megvalljuk, nem vagyunk hajlandók más szolgálni, csak Úr Jézus Krisztus, a te egyszülött fiadat, Uram Istenem. És Atyám, mi többet akarunk belőle, többet és többet és többet, Uram Istenem. Atyám, köszönjük, hogy te küldted a tanítványaidat, Uram, az apostolokat. Menjetek körmöket ülni, halottakat támasztani, betegeket gyógyítani, Uram Istenem. Atyám, mi most megkötöttünk minden tisztátalan szellemet, Uram. Minden egyes testvéremben, jó magamban, ebben a gyülekezeti házban, Uram. Megkötöttünk a Jezabel szellemiségét és csatlósait. Megkötöttünk az Antikrisztus szellemiségét és csatlósait. Halál és pokol szellemiségét és csatlósait. És Atyám, megkötöttünk a Lagyosság szellemiségét. Nem eredni Jézus hatalmas neve parancsolj itt, és most itt akaratsz ebben a gyülekezeti házban. Leveszed a kenetet a drága testvéreidről, és a családjukról, gyermekeinkről, unokáinkról, ingatlanunkról, Jézus hatalmas nevében. Uram, köszönjük, hogy te meghallgatod a mi igényeket, és indítod a te angyalaidat, Uram Istenem, és megcselekszik, Atyám. Téged dicsérünk, téged magasztalunk, minden dicsőséget neked adunk, Uram Istenem. És Atyám, azért imádkozunk, Uram, hogy te adjál nekünk most hallgató füleket, Uram, hogy a szívünkbe behasítsanak ezek az igék, Uram, hogy ez ne csak egy elmebeli tanítás legyen, hanem a gyakorlatban is bele tudjuk vinni Jézus hatalmas nevében. Amen. Amen. Ó, halleluja, drága testvéreim, foglaljatok helyet, nagyon örülök, hogy itt vagytok, és tényleg ezek a tanítások mind olyanok, hogy mondhatnám, egy katonai csapatot készítünk elő. Amen. Amen. Egy igazi katonai csapatok, az igazi első harcos Úr Jézus Krisztus volt, az végigharcolta az életét, és végigharcolta a Pál apostol is, semmiféle nyavajgás nem volt ott. Akik nyavajognak, azoknak segítünk, ennél van a szabadító szolgálat, imádság, de a harcba nem tudott betenni őt. És itt harcra van szó. Itt már több száz éve látjuk, hogy sokkal többre van szükség, és adhatták neki ezt a címet, ki akar tenni valamit az Isten királyságáért? Azt hiszem, most itt vannak. De ezt most be is mondom, és aki akar, azok csatlakozhatnak ehhez az Istennek, a katonájának a cserejéhez, mert mi ezen munkálkodunk mindjárt. Mert többet és többet és többet akarunk, amit idáig láttuk Magyarországon. És azt is tudjuk, hogy nem a külföldiektől válhatjuk, hanem az Úr bennünket fog betölteni, és minket fognak nagy jelek és csodák követni. Amen. Már is odalapozok a Máté 3.11-ben, és felolvasom nektek ezt az igehelyet. Én ugyan vízzel keresztelek titeket megtérésre, de aki utánam jön, hatalmasabb nála, akinek sarujját hordozni sem vagyok méltó. Ő szent szellem tüzével keresztel majd titeket. Amen, halleluja, dicsőség az Úrnak. Ha valaki a szent szellemmel betöltekedik, az lebogni se lehet. Az lebogni se lehet. Az mennyi és mennyi és mennyi, és nem akar semmi más csinálni, csak Isten királyságát építeni. Amen. Amen. Ezt fogjuk csinálni. Amen. Széttaposunk az ördögnek minden egyes munkáját. Halleluja, dicsőség az Úrnak, mert nagyon valaki bennünk van, és mivel Isten mondta, Isten nem ember a gyanúgyé, mi elkészült, menjünk. A hitetlen tűzre,
Ez a János hihetetlen, az a tűzzel kezdte a szolgálatot. Ő volt, ki felismerte Jézust. Tudjuk a igéből, a János az anyja méhében már megfordult, szemcellen levetődtek ebben. Tudjuk a igéből. Megvan írva. Úgyhogy felismerte. De nem számolt az ellencsapás erősségével, a Jezabel szellemiségével. János börtönbe kerül. Ő ebben nem számolt. Mert hogy a szemcellen tüdemünk nem volt ott, ami dicsőség az Úr, hogy nekünk itt van, nekünk csak el kell venni. És az hatalmasabb, ugye, mert maga a Szent Szellembe születtünk bele, Úr Jézus Krisztus szellemiségébe születtünk bele, abba a szellembe, aki fölválasztotta Jézust. Hát képzeld el már, mi van benne. Hú, halleluja. Megy a fűtés, dicsőség. Halleluja, Máté 17-hez odalapodott testvéreim. Olvasom nektek, hogy mit is akarnak ezek az igék nekünk üzenni, halleluja, Úr dicsőségére. Olvasom a második igeverstől 6-ig, ezt mondja. János pedig, mikor meghallott a fogságban Krisztus cselekedeteit, elküldvén kettőtlenő tanítmányai közül, mondani, ki te vagy én, aki eljövendő, vagy más várjunk. És felelne Jézus mondani neki, menjetek el és jelentsétek meg Jánosnak, amiket hallottok és láttok. Figyelj, milyen érdekes ez az ige. Ha háborúba mész, először számolt fel a költségeidet, különben békén fogsz kötni az ellenséget. Nagyon sok keresztény így áll. Nagy rösszel elindul, aztán már békességben van az ördöke. Nem akar csinálni semmit sem, nem az Úrtól van ám. Az Úr nem akar téged egy csecsemőnek, nem azért küldött, hogy 40 évesen is csecsemő legyél. Ez nem Istennek a munkája, az ördöke. Ez jó, ha szembesül vele bárki is. Mert idő mindig van, ő csak egy döntés szokott, már az Úr a hónapra nyúlozna hozzá és költeni. De a döntés neki kell meghozni. Az Úr nem fog helyettünk. Bátorságra van szükség az igazság keresztül viteléhez. Mikor beszólnak, ugye már befognak ám. Befognak, szóval te nem lesz egyédek. Valamit jól csinálsz, abban a pillanatban megy a vízhang, de nem dicséretet fogsz kapni. Azt előre mondom nektek. Ha mi más megcsaptuk az Úr dicsőség. Pont egyszer egy pásztor, az valamit jól csinálhatok, mert mindenki szív benneteket. Halleluja, szinten a kis halidomusok mehetnek, szép volt taposni a szellemiséget. És a fegyelmezett tábornoki vezetése sok keresztény harci már nem jutott el, úgy jár, mint János Máté 11.3-ban. Hogy is jár, figyelj, mondtál neki, te vagy én, aki eljövendő, vagy más várjuk. Ezt figyeld az ördögöt annak. Ott van a János a vízparton, aki elsőnek tudta a világba, hogy az Jézus. Ki is jelenti. Figyeld már, börtönben van, elment az összesített. Ez vajon ez a Jézus? Vagy mégsem? Ez a kínó effektus. Tudjuk az Évánnál. Ha nem mondta égye, hanem csak beszólt. Most kell, hogy mondjak valamit a Szent Szeretben osztán. Nem mondom, hogy kirogasz, hogy dicsőítő család. Nem mondta ott se a pásztor, hogy ne jöjjenek ide, hanem csak ennyit mondok. Kell nektek versenyedni szolgálni? Ezek úgy megérte valóta nem jönnek. Kígyó effektus. Kígyó effektus. Csak beszólt, vagy rákérdez tudod. Hátulról van szokták. Egyenes ember szemben mondja. Jézus is szemben mondta a farizeusoknak. Ki mondta? Ment tovább. Figyeljetek, a Máté vagy a János itt már megint. Itt már hallottad a tűzön, ő benne a pót, akkor itt már egy szikra sem. Sok kereszténynek arra nincs ide, hogy egy megváltásért imádkozzon. Hanem ő, igen, nem imádkozzon már egyet, mert ha, na, 30 éves keresztény, egy megváltás nem vill egyéb kódi magában. Csak azért az. Jánosnak is volt egy bizonyos szintű kerete. Illés próféta ugyan ezzel a démoni erővel harcol. Ki ez a Bella? János is. Jött az Illés. János is a Illés szerelmével volt, tudjuk az igében, ugye? Amit ott akkor nem fejezett, bejött megint az Illés, ugye? És ugyanaz a szerelmiségével harcolt, amit már János tetszett le, gyanulta a Jezabel szerelmiség. Most jött
megtartják az összejöveteleinket, hol mindnyájan dicsérjük Istent, miközben engedjük a világot pokolra jutni. Halleluja, van, ahol már több ezres. Halleluja, dicsőség az Úrnak. Aztán, aki kint szalagál, az csak hadd menjen a pokolba nyugodtan. Egy szikra legkismeret mondanásuk nincs. Mikor az ige azt mondja, hogy sóváltató várják Istenek a vérek. De kell egy kis sónak is, péntosznak is lenni át. Hát a nagyvilági ma már több van, mint némi keresztény. Nem akarom váltani, persze, nagyon sokkal fogja csípni a fülét. Ez pont erről szól. Csípje is, pattanja, aztán a Úrnak a munkáját végezze. Meddig lettünk elkülve. Egyházak, karizmatikus gyülekezetek nem cselekednek azért, hogy legyőzzék a démoni erőket a városunkban, hazájukban. A keresztényekre van ez rábízva. Minden egyes város alatt szinte van, amilyen ott a keresztény munkálkodás. Sokan csak sütögetik a maguk szalmáját és játszódnak a homokodóban, mint a csecsemek. Jó, olyan vagyunk, halleluja, áldjon meg az Úr, hadd menjünk, ott van már 10 éve. Aki meg többet akar, azt meg lefontják, vagy lázadó. Ez szaknyelven értenek hozzá. Kígyó effektus. Illés tehát fejedelmességük és hatalmasságok ellen harcot vigyek. Nagy győzelmet a Kármen hegyén, és a tévesen azt gondolta, a háborúnak vége van. Odalapodok, figyelted, egy királyok 18. Ez érdemes felolvasni. Mit is csinált ő aztán? Pedig nem akárki volt ez az Illés. Ugye? Tudjuk, nem? János se, de már börtönben azt se hitt, hogy a Jézus az Jézus. Kérde le, ez az ördög. Már se hitt, hogy a Jézus az Jézus. Vagy valaki más várjuk. Már ott már minden másképp. Nem úgy volt, mint a Pál apostolék. Halleluja, ott a nyugodtan énekeltek, még a börtönőn is megtért. Hát nem aggódtak. Úrnál vagyunk, mit aggódunk? Na mit aggódunk, ha Úrnál vagyunk? Ha aggódsz, akkor én nem az Úrnál vagyok, az ördög. Ne jól tisztában vagy vele. Milyen egyszerű ez. De tudod, miért mondom ezt? Mert az ige azt mondja, vagy az ördögöt szolgálod, vagy az Urat, kettőt egyszerre nem lehet. Sántikálni, mert így sántikálnak, még vannak, akik sántikálnak. De azért beszélünk itt, hogy hatával adjanak fel, azt már hátra beállnak a Úr munkájába. Halleluja, dicsőség az Úrnak. Mert tudod, aki olyan kicsit pusztán, szoktak gombos kőbe piszkálni, értek is. Hát, hogyha fölfagytak. És akkor menne nekünk. Mert az ő életéről van szó, nem lesz így a végig üli a padot, a mennyországba fog kerülni. Nem úgy van. Figyeljetek, ott vagyunk, ahol vagyunk. Aztán meddig szívjátok a tejet, és egy hátra mutogatnak. De most a Illést szeretném felolvasni nektek, azt mondjam. Egy Királyok 18-as ige vers, igen, olvasom. 17. Pest ige verset, azt mondja. És mikor meglátá Aháb Illést, mondta Aháb neki. Te vagy az Izrael megháborítója. Figyeled már az Illésről, mit beszélnek? Nem akárki volt ő. Olvasom a 27-es ige verset, mindent nem olvasom még. Csak így a kulcsigéket. Ezt mondja. Mikor pedig már dél lett, elkelte őket gúnyolni Illés, azt mondván, kiáltsatok hangosabban, hiszen Isten talán elmérkedik, vagy félrement, vagy utol van, vagy talán aluszik és felserkent, mert ugye a Bál nem történt semmi sem, bálványimádójának. Hát ugye nyilván egy szobor nem fog csodákat tenni, ez a bálványimádást tudjuk. És az Illés még cínizte is őket, ilyen bátor legény volt. Még itt. Halleluja, dicsőség az Úr. És most felolvasom a 39-es ige verset, mi történik itt. Mikor ezt látta az egész sokaság arcról, és mondta, az Úr Isten, az Úr Isten. Mikor Illés egy csapásban megszállt bálnak halvára. Az Úr tüde lecsapott, és az összes bálványimádó paper fuszult. Az egy nagy csoda. Illésnek komoly kenete volt. Ezt megcsinálta. De vigye, mi történt Illés és Jezabel miatt elmenekül? Figyelj ezt a Jezabel szentelmiségét.
Figyeld meg ezt az illést, milyen csodákat tesz. János sokan ezt történt. És figyeld, már a 19-es éveszben oda van podok, és felolvasom, azt mondja, Aháb elbeszéli Jezabelnak mind azokat, amelyeket illés cselekedett, és többek között, hogy hogyan ölt meg minden prófétákat megverelt, és követően küldött Jezabel illéshez. Na, figyeld, Jezabelek, na most várjál illés, most jövök én. És akkor ezt megjelentik néki, felkelvén elméne vigyázzon az ő életére, és méne Becsemába, amely Júdában volt, ott hagyja az ő szolgáját. Illés maszalott is. Olvasom a 13-as igeverset is. És mikor Illés hallotta befelé az ő orcáját, palástját kimenvén, megáll a barlang ajtajában, ime szózat lő ő hozzá, mely ezt mondta. Mit csinálsz itt, Illés? Hát megkérdezte az úr. Hát én nem ezért küldtelek téged, itt kuporogjál a barlangban, mert kapta egy üzenetet a Jezabeltől. És vele egy nagy búsulásom van az úrért, a seregeknek Istenéért, mert az Izrael fiai elhagyták a te szövetségedet, lerontották a te oltáraidat, és a te profétáidat megölték fegyverrel, és egyedül maradtam, és engem is alába keresek. Kész. Illés behozta kegyvéget. Aki még előtte 400 embert így egy csapás. Az úr annyira lopott vele. És kérdele ennek a csodákat, és így meg lehet ilyenni. Ez a Jezabel szellemisége. Elkaszálta a Jánost, most az Illés már bujkál. Mit mondta az úr? És mondtál nekem, hogy figyelj, nagyon fontos, hát még fontos, mert Isten mond neked valamit, és én tudok olyan szemét, nem egyet, aki csak pakolja pontra, majd vizsgálja, hogy 5 éve, 8 éve vizsgálja. Nem, egyszer úr neked mond valamit, adod el nekem látni. Végezz. Ha nem állt bele, elvett az idő. Az 5-20-as vonal 5 óra 20 kor megy el, nem 5 óra 8 akkor. Az már lecsúszott volna. Várhatja következő, hogy lesz-e következő, mert illésnél sem volt következő. Figyelj! És mondanám neki, menj el, tér vissza, figyelj, visszaküldte, te utadod a pusztán át Damaszkuszba, és akkor odaérsz Kemper királya Hazael Szíriába. Ha ezt megcselekedte volna, képzelde, öltette volna királyát, ott azt csinálhatod volna, amit akar. De már úgy be volt tojvel az illés, hogy ezt már figyelj, nem is egyet mondott az úr neki. És része, hogy kimenekedik a Hazael fegyveréből, és Jehorri meg, aki megmenekedik a Jehu fegyverétől, az Elizeus öli meg. De meghajol Izraelben 7000 embert, minden tévedet, amely meg nem hajolt a Baálnak. Ő nem maradt egyenlő, legyen kétség az illés. Annyira meg volt ilyen, azt hitte, ő már egy számozalom. 7000 meghagyott az úr, akik nem hajultak be a bálványi választ. Ugye tudjuk, hogy a vallás az nagyon be van hajóba, és tele van bálványjal a városok. Ugye? Ezt tudjuk. Mit tesznek egyébként a keresztények? Ez a kérdés. Mert rendben vagy imádkozni kell, de ki kell is menni harcolni. Azokat a szellemiségét onnét megtisztítani. Na maradunk itt az illésnél tovább. Az a illés, kellett nem elég a hegyek megmozdítására. Illés már annyira sérült, nem képes visszaállni a háborúba. Jezabel lerombolta a bátorságát neki. Lerombolt. Pál apostolék már nem ezt olvas, már igaz? De ott lerombolta. Háborúban nem homokvárakat kell megmozdítani, hagyjuk abba a gyülekezetesti játszadozást, az állarcos bálakat meg az összejöveteleket, mert így lesz 100 euróba is. Én hiszem, hogy nincs át 100 eurónk. Ha ebben most bele kell lépni, itt van a 5-20-as vonat, erre föl kell szállni, ez egy gyors vonat egyébként, és ez olyan gyorsan fog minket vinni, hogy letarol mindent. Igen. Halleluja dicsőség az Úrnak. Fel kell venni egy harcos élet, Tilo,
Most vagy ilyen kemény leszel, vagy te is megalkulcoltad emlékséggel. Ez a belén effektus. Leszol neki, mert megsértődik. Na de erre megmented az életeit, de vigyázzál. És azt mondja az ige, hogy a te véledet, a nővérét én felmen kámla, szárunk kérik, ha bólingató Jánosok leszünk, mint hogy látod, Illés Isten szavának se cselekedte azt meg. Nem ment vissza. Így meg volt ilyenben. Illésnek Isten három dolgot mondott. 1 Királyok 19, 15-16-ban, amit felolvastam, még egyszer nem olvasom föl. Nem tette meg az Illésed, három dologból egyet sem tette. Nem kente föl ezeket az embereket, akik mondta. Hadel királyá kenése Szíriában. Illés ellenőrzés gyakorlott volna a világ kormányzása fölött, azt képzeld, az egész világ kormányzása még nem volna. És az Illés pöntöm irányította volna, jó? Az úr ide akart fejelni, de mivel Jezabel úgy behatolt az életébe, hogy nem is ment vissza menni. Nem is fogadott szót az úrnak. Ez nagyon fontos. Szabadon lehetett volna hirdetni az evangéliumban. Most képzeld el, Pásztor Bélában ők kép megtérítenek itt benne, és azon biztos, hogy szabadon megjelni minden nap a főtéren csinálhatnánk, van evangélizálna sorot, hogy még csak nap. Ez körülbelül így képzeld el. Vagy még jobban van a Orbán Viktor, halleluja, azt kell megtérítenni. Akkor egész országban más, csak ezt kell csinálni. Ez körülbelül olyan volt, és nem cselekedte meg Illés. Mit kell tennünk első? 1 Timóteus 2-re odalapodok, jó testvérem a Úrban, és felolvasom nektek. Halleluja, szóval 1 Timóteus 2-1-8-ig, figyel, buzdítalak azért, hogy mindennek előtt tartsanak könyörgések, imádságok, közbenjárások, hálaadások minden emberért. Menjek az imádságot. Ima nélkül semmi sincs. Ez olyan, mint a maga belvetetted, aztán senki sem locsolja. Az várod majd, mikor lesz valami belőle. A imádság meg magába imádkozol, aztán várod, hogy nőjön ki, aztán már meg nincsen belvetve. Ez meg az evangélium. Ezt együtt kell munkálni, ezt látom Pál apostoléket csinálták. Komoly imádságban voltak, komoly imádságban, komoly bőtökben voltak, és ők ki is mentek. Na erre kell egy csapatot összeállítani, nem akkor ücsörögön, szabad akaratban, mi nem bántjuk őket, mert nem bántjuk. De miért szeretnénk cselekedni? És aki ebben részt akar venni, az ilyen nagy szeretettel várjuk ebben a hadseregben. Halleluja, dicsőség meg a dolom, olvasom tovább. Az a királyokért, minden hatalomban lévőként, ugye minden hatalomban lévőként, imádkozni a városház vezetőjé, imádkozni ezen, imádkozni a magyar nemzete, imádkozni a parlamentben való dolgozókért. Mert így a római levél, Isten rakta őket oda. Mi kötelességünk beléjük imádkozni, jó Jézus. Mi kötelességünk. Jó, ilyenkor szeret haragban bennem. Azt mondja, hogy csendes és nyugodalmas életet élhessünk. Teljes Isten félelem és tisztességgel. Mert ez jó és kedves dolog, ami üdvözítő Istenünk előtt. Ez a kedves dolog. Megyünk ezzel el, mint a faltörő kocs. Törjük a falat. Nem baj, ha megrontja, az felállsz vissza. Ezt csinálták, én ezt látom. Börtönben, kővel megkövezték, mindent csináltak. És mentek tovább. És ez kell, hogy legyen bennünk. Ez a mérce nekünk. Ez a minta, amit a Pál apostolék bemutattak. Hú, halleluja. És akkor ugye jött a bőr. Böntölés, kimegy belőled a kétegy. Még kell böntölni, figyeljük, ezt nagyon szeretnék erről beszélni, a szívem csücske, mert félre magyarázzák ezt is. Márk leveléhez odalapodok, már 9. fejezet, halleluja, olvasom, 9. fejezet, 17-es, ige versen kezdem olvasni, figyelj. És felelvén egy csokaságon mondta, Mester, ide hoztam hozzá a népiamat, akiben néma szellem van. És ahogy csak elfogja, szaggatja őt, ő pedig tajtékozódik, és a fogát csikorgatja. És ki
cikka. Mondd el hát a tanítmányait, nem, hogy űzik ki, de nem tudták. Ő pedig felelvén nekik mondta, ó, te elfajult, hitetlen nemzedék. A János is már hitetlen volt, hogy te jövő, hogy már gyere az Jézus, vagy valami olyat kő már, a börtönben ma ő is hitetlen volt. Illés is már hitetlen volt, az Úr mondta neki, nem tette. Elment a bátorság elé. Hogy ez a szellemiségétől. És mondta Jézus, és hozzávitték, és melyet a szellem meglátta őt, azonnal szaladni kezdte. Ott már kellett, nem tetszett az ördögnek, aki volt ebben az emberben. Ez egy epilepsziás ember volt. És megkérdezte az atyát, mennyi ide, hogy elesett, így van rajta. Gyerekkora óta így született, ugye? Ha hogyan született így? Mert már a szülei beengedték az ördögöt az életükbe, és az ördög elvégezte a munkát a gyerekbe. Nem az Istennek a terve, a nyomoré gyerekeknek a lecsületése. Mert ezt is elmagyarázzák ám. Isten úgy akarja, biztos tanítja. Isten nem tanít senki csirákos betegségre, az ördög aztán megtanítja. Egy korintusi levél írja, hogy átadatnak a nyakasok, az ördögnek a testének pusztulására, hogy a szelleme megmeneküljön. A nagy nyakas emberekből lesz. Meg a gyűlölködő, nem tud megbocsátani, erre bűjön a nagy betegség, már nem az Úrtól. Hát hogy ne vonnák már fölháborodva, a farizeusok ezt tanítják, hallod? Ördög. Ördöggel barátkoznak, és elfogadják ezáltal, ugye, hogy hát nekem az Úr adja ezt. Még csak nem is megy szemben, és elfogadja, de. És inkább még nyavolja az életét, lehet, hogy elolvasna a Bibliát, az rájönne magától is. Hogy nem az Úrtól van, mert a betegség az átokkodban így van. Én mindenhol az átoknál olvasom, nem az áldásnál, átoknál. Ha nem beszélve Isten gyereke vagy, hát te örököltél minden, nem betegsége, hanem nagy szellemi gazdagságot, anyagi gazdagságot, bővölködést, mindent örököltél. Figyeljetek! És Jézus mondaná neki, ha hiheted, azt mondom, lehetséges a jövőnek minden. Ez a hit. Minden. Aztán a gyermek atya pedig azonnal kiálltál, hó, még a tócsát is sírt, itt így a könyv hullatás is volt, figyelj. Együtt tudod sírni tócsát, mert van, aki 5 perc alatt 10 méter tócsát csinál a könyv. Ilyen is van. Az hiszem, hogy majd az Úr jobban megszállja, figyelj. Hiszek, Uram, légy segítség a léthetetlenségemnek. Mindjárt mondta azt is. Szóval amikor a hitetlenség ott van, a hittel, a hitetlenség győz. Nem a hit. Ennél nincsen se gyógyulás, ennél nincsenek azok a csodák, amit az Úr szeretne elvégezni a keresztényeken keresztül. Mert az Úrra volna rábízva, hogy mondják a vallásodok, figyelj, így, ha várjuk az Urat. Már várják 20 éve, egyébként még semmi nem történt, de még várják. Miért türelem van nekik? Várjuk az Urat. Ha várhatod az Urat, mikor rajtunk keresztül akarja megcsinálni, hiszen szabad akaratot adok. Ha már nem várja az Úrtól semmit, csak adnagságot se van, már rég odatta, csak te nem tudod átvenni, mert az ördög rájutta, te vajon oda. De ha nem vagyok, az ördög meg jó, mosolyog. Figyelj! Hú, ha nem olyan dicsőség az Úrra, még egy ige helyre odalapulok. Jakab 1.6. El is meg egy kulcs ige. Jakab 1.6, ha nem olyan dicsőség neked van. Így jó vagyok. Márcs orvos, ezt mondja, figyelj, de kérje hittel, semmit sem kételkedve, mert aki kételkedik, hasonlatos a tenger apjához, ahogy fél hajt, ide-oda hány őt. Egyszer a durna, egyszer a dördögne, egyszer a durna, egyszer a dördögne. És semmi nem történik vele, megtért már 40 éve, ugyanabban, ahol volt. Egy méter nem hitt előre. Semmit csak abba kételkedve ember. Erre az ige vers válaszol a másik ige versen. Semmit. Ugye? Semmi! Ne várj semmit, itt ígője. Nem én mondom. Ezt a Jakab mondja. Ki volt ez a Jakab? A Durnak a testvére, és a Jeruzsálemben ő volt a fővezető a jeruzsálemi gyülekezetben. Ez a Jakab mondja. Figyeljetek! A gyakorlatban megcselekszed, területet felszabadítom. De ez a harcosokra van
van szükség, és tényleg a harcosokra, aki végigmennek és megcsinálják. Ez nem van én a Bibliában, én most arról nem akarok tanítani, mert ez nem arról szól. De ezt meg kell cselekedni, és kőkemény imádság megy a háttérbe, olyan imádsok, akik imádkoznak, és az elő üli, köködi taposság. És kész. Akkor meg lesz a gyümölcs, és az eredménye. Illési Kenet nem hiszi, hogy valami ilyet megtehet. Illés se tette meg. János se tette meg. Az ő kenetük erre már kevés. Ő ne az Illés kenetéhez imádkozz, de a majd Elizeusnak már mennyi bölcsessége volt. A lényből miért a helyzetet? Erre a kenet már Jelovennak kevés. Kevés a kenet. Erő és hatalmasságokat. Kígyókos, gyókon tapos. De kell hozzá kenet, és mind látja. Figyelj! Valami ilyet megtehet, ezért nem is tesz semmit. El lehetetlen, tele van kételyjel, és nem teszi meg azt, amivel Isten megbízta. Sok keresztény így van. Figyelj! Ha ne születtél a földre, nem azért születtél el, hogy csak ülj, hasonló, egyéb, és pelenkázza meg téged egy életekére. Nem elég. Komoly feladatta, komoly ajándékokat adott az Úr mindjártoknak, és azt azért az nem padonülő ajándékért, nem is olvasunk a Bibliában, hanem komoly ajándékokat kapott mindenki. Aki az imádság ajándékát ad, annak még többet kell imádkozni, az ő ajándéka. Ki mit kapott? Aki a gyógyulásnak, aki ezt, aki azt a próféta annak, az cselekedni kell, mert azért kapta. És így fog összeállni, Jézus Krisztus testében mindjárt egyek vagyunk. Ha valaki a négy fal között akar szolgálni a négy falnak, mert sokan mondják, főleg utóbbi időben, nem kell gyülekezetbe bejárni. Hát akkor otthon marad a négy fal között. Annak szolgál a négy falnak. Csak akkor kitépte magát, ezek a magánzó farkasok egyébként. Hanem egységbe kell ezt az előtt összerakni, és az ajándékokat, és ütőképesebb veszik. Én nálam van egy szeret torta, nálad egy szeret, de az még kell ahhoz, hogy gömbölyű legyen testben. Ha te nem teszed oda, akkor eltekén akármilyen kemény. Ideig óráig persze magad működik, de fordítva is érvényes. El a baj itt. Al a baj, hogy abba gondolkodnak, hogy gyülekezet, vannak szállam, vagy több szállam, test, jó baj vagyunk, hogy kész. Most mi dicsérjük az Urat, ott egy kis tíret, és megyünk a kész. Ha lesz majd itt már több száz évre, ebben már sokan bele vannak betegedben, de az Úr dicsősége ez, aki többet akar. Ez az Úr dicsősége. És az utolsó időben össze is rakja őket. Illési Kenettől többre van nekünk szükségünk, sokkal többre. Figyelj, kettő királyok, kettő kilencet az alapok. Kettő királyok, kettő kilenc. Halleluja, halleluja, halleluja. Igen. Kettő királyok, kettő királyok, figyeljetek, olvasom. És fogál Illés az ő palástját, és összehajtva azt megütél, azzal a vizet, és két felé válik. Úgyhogy mind a ketten szárral mentek át. És mikor által mentek, mondd el Illés Elizeusnak. Persze a történetet tudjuk, nem olvasom így föl. Az Úr már szólt Illésnek, figyelj, de te Illés, látom én már, te leeresztettél nagyon. Téged már nem bírom felállítani se. Add át Elizeusnak, majd azt folytatja. Ez így van a szolgálatban, és ez mindenkinek szól, nem csak nektek ám. Így van a szolgálatban, nem végezte be, az Úr félretolja, figyelj testvérem, itt vagy már 20 éve nem csináltál semmit, csak a homokot építettétek, ami estére ledőtt, most félretolnak téged, most azok jönnek, akik befejezik. Így járt Illés, és így fognak járni azok a vezetők is, akik a tűzzel szembe mennek. Ez neki szól. Így fognak járni. Az Úr nagy félre fogja őket, de nagy észre se veszik, már nincsenek is ott a gyülekezetben. Mert az Úrnak már ebből elege van. Ezt csinálta Illéssel is. Mondta neki, add át Elizeusnak. Majd ő folytatja. Elizeusnak meg már volt bölcsessége, figyelj. És akkor által mentek, mondta Illéssel, mondta Elizeusnak, figyelj, kérd tőlem,
Mit cselekedjek veled? Mielőtt tőled elragadtattam az Úr már kijelentette neki hívni, és te betoltál, fölviszlek. Gyere vele, elintézett téged. Ez pedig egy szellemiség volt csak. Így intézje a mai nap folyamán, és ugyanígy munkálkodik ez a szellem, semmiféle új szellemek nincsenek, amik régen voltak, ugyanazok vannak most is, ugyanúgy munkálkodik sok vezető, sok párhányra. És az ne ő, mint az iszak. Így jár mind Illés. Úr, láttam, na fölviszlek Illés. Mondta neki, és a Illés mondja, azt mondja, mit cselekedjek veled, mielőtt tőle elragadtatom, és mondd el, Elizeus, mert volt neki bölcsesség, a normák jelentette neki, ide figyelj, Elizeus. Az Illés kenete már nem jól láttad, hogy csak szal a Jezabel előtt. Ahova kenete, de már nem tudod legyődni, Jánosnak se sikerült. De megkapta, Elizeus is a rendelőt. Azt mondta, legyen kérlek a benned való szellemek kettős vértéke rajta van! Ahol ez a Elizeus tudta. Hát minek közvetlenül a királyi keretet kérjük, jó? Megjövett, nem? Mert mi ne akarjuk rongyolni az egész országot. Az ördögöt, az egész országot. Mert a kalapunk alá van vezérelve, széttaposunk, ha tetszik neki, amen. Halleluja, amen! Na erre munkák, hogy na igen! Ilyen katonákat várunk közénk. Ima, Isten szellemének kettős keretét kérem, és akarom, Uram, kétszer annyit akarok, Uram, hogy a helyeket elmozdítjuk. Amen. Halleluja, ezt akarjuk. Dicsőség az Úrnak. Halleluja. Azt mondja, Elizeus profétikus ember volt, nem egymásnak keresztény horoszkópokat jósolhattak. Mi az? Azt mondja, Úr, majd most fog megállásodni, azt mondja az Úr, akkor sokkal nagyobb dolog van. Mert ugye a profétát azt mondja, hogy ketten hárman is vizsgáljátok meg. Mert az ellenség is beszólám oda a profétálásra. És nagyon sok profétálás lerongyott ma úgy embert, hogy alig mit találni. Észre kell lenni, mit mondunk a másiknak. Szóval Isten célja, hogy mi lássuk az ördög stratégiáját, hogy le tudjuk győzni. Na most kérdez, de nem tudjuk ellenség, hogy munkálkodni. Én megyek a nagy harci kardait, összeszedünk több száz ember, és akkor megyünk, egyszer csak látjuk, hogy a képfegyverre vannak. Na szerintem mi a lesz? Semmi. Ez egy szellemi harc. Ha sok embernek még ezt kiveri a biztosítékot, akár is silalmas, itt tartunk, 2016-at írunk, és a szellemről beszélsz, hogy tisztáltal a szellemot, nem kell menni az ördögöt, de nem emeljünk, amit taposunk lépten nyomni. De hát azt sem tudja, hogy ki ellen harcol, miről beszél. Hát ő nem is harcol, csak jár az orvosodnak mindnap. Hogy harcolnál, mikor azt sem tudja, mi a harc? Itt írja a Biblia, én tudom, miről beszélek. Halleluja. Szóval a Szíria királya azt gondolta, hogy kém van a háló szobájában. Vigyeljetek ide, milyen jól lesz. Kettő királyok, 6-11-re utalakulok, és felolvasom nektek. Ez nagyon jó. 6-11. Igen. És felháborodott ezen a Szíria király szíve, és összegyűjtén az összeszolgáját. Még mindig veszedett. Mert Elizeusnak az Úr megmondta, hogy mit csinál. Az meg megmondta, hogy így csinálja, attól mindig veszített. És akkor háborodott ez a király, miért nem mondjátok meg légyen, kit a közöttünk a Izrael királyába? Magyarul úgy hívják ezt, hogy Kém vagy Pesukó. Különböző nevei vannak ennek, ha emberek, és nem akarom őket várni. Mindig volt, meg lesz is, meg van is. Figyelj! Akkor mondta, egy az ő szolgálat, nem úgy uram a király, hanem Elizeus proféta, aki Izraelben van jelenti meg az Izrael királyának a beszédeket, amelyeket te titkos házadban beszélsz.
aki nem tud beállni ebbe a csapatba, nem is kell, hogy beállni, és visszahúzó erő lesz. Nem az a lényeg, hogy csak ember számoljunk, hanem aki ott van, az fejlő oda magát, és ez a Pál apostol kettesével mentek, és pörporgatták az egész országot. Kettesével. Háttérben imádkoztak. Ez a kettő együtt ütőképes. Bum, ott nincs mese. Borul minden. Kell, és ezt fogjuk elvégezni. Úgyhogy lesz kesély, adok, lesz kesély. Rámenjünk, de nagyon. Az anyám, 6-11, ezt olvasom. És mondják, menjétek el, nézzétek meg holva, hogy utána küldjek, és elvonassam őt, és megjelenni, megjelen, tét, léki, mondván, ime, dótában. Ugrok, hogy ne kelljen sokat olvasni, 16-os éves. Ne félj, mely többen vannak, nekik velük vannak, mint akik ő velük, többen vannak. És imádkozott Elidő, és mondta, Uram, nyisd meg, kérlek az ő szemeit, hadd lásson, és megnyitta az Úr a szolgának a szemét, és láttam, ime, hegy rakva volt tüzes lovagokkal és szekerekkel Elizeus körül. Mert a szolga mindjárt betolt ő is. Úgy nagy rámadik tudom, ezek már bőcsolatoztak. Elizeus nyugodtan imádkozott, figyelj csak. Ezek ki volt hite, Úrban, hit nem emberekben. És azért imádkozott, hogy a szolgának a szemét nyissa ki. Az meg kinyitott, és csak lehet, mint a moziba, tüdes szekerekkel, már egy körben voltak lép. Esélyük se volt, hogy győzzenek. Na, ez az Isten csapata. Nekünk ilyenek meg kell lenni. Ilyenek meg kell lenni. Elmegyünk, és borul minden, kész. És akkor meg akarnak kövezni, szépen kicsit tanulni Jézusnak. Már fogták a követ, na most jól megkövezzük őt. Ha lesznek, hogy a kéz a kezükben maradt, Jézus meg már rég nem is fogott, mert azt mondja, hogy ő keresztül sétált rajta. Mondod át, de megfogtasség. Ő meg megvolt az a tehetsége. De mi is megkaptuk egyébként ezt a hallelujját. Hintet kell még túlpózni. Szolga, jaj, jaj, édes uram, mit cselekedjünk így? Jajgatott, aztán már Elizeus helyre tette. Azt mondja, amit Illés nem tett meg, Elizeus megtette, királyá kelte hazáját Szíriában, és ő kente királyá Jehut, és Izraelben. El a kenet olyan hatalmas volt azonnal semlegesítette a Jezabeli szellem. Végelem neki. Elideus elvégezte az Illésnek a maradvány munkát, amit az Úr a rászán. Mi ebből a tanúság, aki ül, az még a jövő héten is ülni fog, de 20 év múlva is, mert az Úr valaki máskor kijelölni a kervézi helyette. Mert az Úr el akarja végezni. És el is fogja végezni. Máté 11-11-ről hallgatunk, felolvasom nektek. Úgyhogy nekünk így kell gondolkodni, betöltekedni és velünk kederre. Isten velünk, ember nem által nekünk. Halleluja, dicsőség neked van. Elég is lesz. Azt a 11-11 Jézus bizonyságot tesz keresztelő János. Bizony mondom néktek, az asszonytól szülöttek között nem támadott nagyobb keresztelő Jánosnál. De aki legkisebb a mennyek országába, nagyobb őnál. Na? Ilyen keret van nálunk is, nem keresztelő Jánosi keret. Keresztelő János idején fogva pedig, mint mostanáig a mennyek országa erőszakot szenved, és az erőszakosok ragadják meg azt. Halleluja! Erőszakot szenved a mennyek országa, most is ez van még. De az erőszakosok fogják megragadni. Hát így nem is lehet, a múlyákat mindig félre tolták. Hát most minden hiszem, hogy az Úrtól van. Régen volt nekünk disznók, mikor gyerekek voltak. Rendesen most a képet látom, amelőtt az Úr behozták. Aztán voltak a sapnyak tucoknak így, amit tudod. És elnyomtak, az élősök elnyomtak, elszívták, köhögette, és a tejszint az szépen elpusztult egy idő után. De most is így van. Hát az Úr szeretett a csecsemőket is. Hát te is szeretett a csecsemők miatt, mondjuk, ha úgyis maradnak, akkor is szeretnék. De hogy rábírni nem tud semmit, az nem biztos. A másik meg már fölnevekedett, fiú, terhelem szépen a munkákkal, menj fiam,
voltam, Jánosi prófétát, a 11-13 olvasom, azt is meg pontos. Mert a próféták minnyáján és a törvény Jánosi prófétának. Határban, János. Jánossal megszűnt a törvény. Eladottnak szól, itt még a mai napig is törvénykednek. Megbotva a szolgálom, és keresse egy igét, és még látolja. Ne szereke, ezt vettem. Így csinálják el a farizeusi vallásos gyülekezetnek a szellemisége beléjük ivódott. És mi nem jöttek ki belőle. És azt hiszik, hogy jót tesznek. Tehát az előre kérdettem látom is. Ott sajnos nincs festő. Ott tombol minden szellemiség beleért a jedabelt is, a főszellem. Ha tetszik nekik, ha nem, akkor is úgy van. Az Úr elég mondta, hogy ördögöt tűzik el, az nem úriember, magától nem fog kicsétlen a gyülekedet, olyan nagyon sok kerek, most már elhagyom őket. Nem. Hanem azt mondja, hogy olyan nagyon sok, ha tényleg múlják is, na, akkor majd én szépen. Elhiszem, arra lefelé. Itt húzta meg Jézus a vonalat, királyságban a legkisebb és nagyobb. Ugye? Az Isten királyságában a legkisebb és nagyobb. Ti is. Amen. Ez itt Isten mondja. Amen. Mi is nagyobbak vagyunk Isten királyságában. János 10.41 odalapot felolvasok nektek. János 10.41. Halleluja. Dicsőség neked, Uram. Olvasom. És sokan mennének ő hozzá, és mondják vala. János nem tett ugyan semmi csodát, de mindaz, amit János őbőle mondott, igaz volt. Na, a elizeusi keret, meg ugye itt a Jánosról beszél, elizeus ugye tudjuk előtte volt, ő van a nőjogon tanít. A téptanítások nem voltak meglábbok, már ez is egy fejlődés egyébként. Ha milyen nagy fejlődés, ha mindenki a frankot tanítaná, mert nagyon sok téptanító ütötte fel a fejét az utolsó időben, így az igen, proféták, tanítók, az utolsó időben nagyon sok lesz, akik téptanokat tanítanak. Ez most nagyon itt van Magyarországon. Mert ugye jó van, sok jó külföldi szolgáló jött be Magyarországra, sok rossz szennyet is hoztak be ebbe az országba. És mivel tudatlan az én néha, így az ige, hogy tudás nélkül elvész a nép, ugye már sokan tudatlanak voltak, ott beszívtak minden magukban, minden szellemiséget. Kiítani már lehet lenni benyelni. Benyelni olyan könnyen elmész, kérsz egy imát, ráteszi a kerét, aztán ő sincs zsömbbe, a kamisát ment bele. Ilyen könnyű benyelni. Azért mondja Pál Apostol, most megkapkodd el a kérletét. Ha megismerek, hogy kinek engeded egyáltalán a kezét, hogy rátegye. Na de mivel a szellemvilágot nem értik, ennél nem értik az egészet, tehát ezt nagyon jól látja az ellenség. És azt kihasználja. Figyeljetek, Jelenések 3.16. A mennyek királyságát erőszakos emberek terjesztik és erővel. Mennek mind a falfajokos. Beszólnak neki, amely abban mész. Másképp nem tud. Mert ha te engedélyt akarsz kérni, hogy akármilyen tanítasz a Jézusról, hát nem tetszik nekik. Hát tetszik nekik. Ugye mit mondtak a Pál apostolok is? Itt is megjelentek ezek a város háborítói. Meg mi csodok leszünk. Nem erre készüljetek be. Ne dicséretet várjatok. A dicséretet meg nem fogjuk kapni. Halleluja, dicsőség az Úr. Övé is a dicsőség. Figyelj, Jelenések 3.16. Nagyon leromboló. Azoknak, akik csak ülni szeretnek. Hát elég van ez a tanítás, hogy hát, hogyha ők mondtad. Ki mondta, te hangolta, hogy már csákba rúgót kell betenni a szék alá. Ki lövi, na ez? Halleluja, azt mondja, 3.16. Na vigyelj el, aztán ne romboljál, ne tessed az alcsukat. Ma olvasol is. Ennyit az igény, lemény mondom. Ezt az Úr mondja. És mit mond az Úr? Én, mivel nagy meleg van, sem ide, sem hír, kivetlek téged az én számra. Magyarra fordítva
kettős keretét kérte, kész vagy megfizetni az árat? Mert itt ára is van. Ez csak úgy, hogy imádkozunk, hogy Uram, tolt belénk ezt a kenyedet, ő már rég adatta, ott még mégsem vagyunk a hatékonyak, mint a Pál apostol. Ugye te ő is bennünk. Én még nem láttam egyelőre olyan szolgálatot az Úrán, de megöltet, pedig nagyon keresem, annak nagyon örülnék a kezét, talán tenném, annak megengedném már. De még nem láttam. De hiszem, hogy az Úr most nem valahogy a csapatot. De ehhez nekünk is kell, mert mindennek ára van. Tévedésben van az a keresztény, aki azt hiszi, hogy csak ücsörög és ücsörög és ücsörög és úgy lesz, és üdelemben lesz. Akkor nagyon tényleg halad. Itt felakadva. Mindenkinek! Figyeljetek ide! Zakariás könyvében beszél Isten az erőről. Próbél oda nem adott testvérek. Mert nekünk erre van szükségünk. Azért. És ennél majd tennünk kell valamit. És tetszünk. Halleluja az Úrnak! 12. fejezet 8-as ige versét felolvasom. Azon a napon oltalmazó részen az Úr Jeruzsálem lakosainak, és azon a napon olyan lesz köztük a legalább való, mint Dávid. Figyelj, a legalább való is olyan lesz, mint a Dávid. Aki 16 évesen azon aztán szájából kivette a bárát. Ugye? A Góliátot egy karicsal, na te nagy állat, gyere csak! Már úr nekem mondta, hogy a homlokotod várat, akkor tisszt! És akkor meg kiúszta a kardát, levágta. És egy hadserege volt olyan. Ilyen bátorságban a mostani keresztényekben is bocsánatot kérek valóktól, akiben nem. Akiben nincs, az jöjjön álljon közé. Azért tart itten a keresztény. Ilyen Dávid a Gómának hármak halott, itt már Magyarország bőven a Pezsébe. De egyet kell nekünk tenni. És én akarok Istenbe, és hiszem, hogy ti is. Hogy a Magyarországban. Azt mondja, ebben még hallottam. Igen. Zakariás 12:8. Jeruzsálem lakosan azon a napon olyan lesz köztük a legalábbaló, mint Dávid. És a Dávid hála pedig, mint Isten, mint az Úrnak angyala, ő előttük. Ámen. Dávid előtt is az Úr angyala ment. De mikor beszélt, akkor aztán a szája már be volt fogva. Mert az Úr van itt. Nem kellett még megvarázsolni, megszugerálni az oroszlát. Úr elején ment angyala, már befogta a száját. Az jó volt. És megnyugodta. Elég most illés, igen. A királyságban élő fiak nem a maguk javát keresik, hanem a közös kenetet együtt. El ne felejtsük, ez szolgálatoknak, aki a négy fal között szolgálnak. Nem kell neki sehol se tartozni. A Pál apostolék összejöttek, együtt imádkoztak, tűnös arcokat, és az Úr kijelentette, na most menjetek. A már győzelem előre el volt könyvben, nem volt pecsételve, csak menjetek. Mutassátok meg magatokat, az én angyalaim elvégezték a melót. De köszöntek, böjtöltek és imádkoztak. Böjtöltek és imádkoztak, és ez kikerülhetetlen. Nekem is. Halleluja, de vágyódásom már lát, mert én többet akarok, és megfogom a látni a testi kívánságát. Amen. Olyan kellett fog rájuk szállni, hogy olyanok lesznek, mint Isten. Egy akaraton kell lennünk, ugye? Mint Isten, ugyanott a szellemiség, sokkal többet kaptunk, figyeljetek, mint sokkal többet kaptunk. Máté 18:19 odalatot felolvasom, halleluja dicsőség. 18:19, éljenek leszünk havarosan, az Úr dicsőségére. Olvasom. Bizony, mondom népek, ez egy nyomatékos szó, mikor már Jézus itt beszél. Bizony, mondom nektek. Amit megköttök a földön, mennybe is kötve része. Amit megoldottok a földön, mennybe is oldva része. Az oldás kötény csatornát Isten fiai megkapták Jézus nevében. Ámen, ez a milyenként. Ha nem jól működik, akkor még van valami az életedben olyan nyitott ajtó, amit még ki kell hagytani. Ez az ördög úgy hívják.
vagy csapatai. Dédelgetek, vagy akár, mit tudom, megbocsáthatlanság, vagy besértődés, meg az is, itt van rajta, hogy bemászkál az életedbe. 19. verset is olvasom. Ismét mondom nektek, elmondta neki figyelem, hogyha ketten körületek egy akaraton leszek, figyel a bőrön, kettő lesz figyel. Bármely dolog felől, amit csak kértek, megadja nektek, az én mennyei atyám. Amen. Ez most egy atyám, nagyon jó. Atyám, te azt mondtad, kette hárman összeült, és én gyakorlattam, egy szenetben vagyunk, már megkaptuk, Uram Istenem. Atyám, most mi imádkozunk, hogy a királyi kenetén, Uram, hogy minden, Uram, te alasszod rá, Uram, a te királyi kenetedet, Uram Istenem, hogy mi is bőporogassuk a városokat, palmakat, Uram, a te dicsőségedre mindenki bejön az Isten királyságát, Uram Istenem. Köszönjük neked, Atyám, és hát mi itt most elveszünk, Atyám, mert te azt mondtad, te nem Most már nem tudom.
magányba, nem neked. Csak is az Urat. Azt mondja, először mindig szellemben dől el a harc. Szellemben. Van egy stratégia. Mit fogunk csinálni? Úr is megmondja, hát nekünk csak menni kell. Kész. Amen. Nem kora volt a döntő a Dávidnak, hanem a hite. Sok keresztény újjá született, ugyan, de sokan nem hagyták el a keresztelő János kenetének a szintjét. Jó, az Isten tisztelet, Márnárosan a pásztor a szívű szomorú beszél. Ó, megérintetted egy kis lelkemet. És akkor hagyom egy boldogat, ugyanolyan beteg még, ugyanolyan szenved, de még egy kis lelkét megérintette. De jó, de elmegyek a jövő héten is. Sőt, már így megy évek óta. Ez a kis vise nem történik semmi sem. Bűnbánatot tartott, megkeresztelkedett, nyelveken beszélnek, hisznek Jézusban, de nem tudnak Isten erejében járni. Ez a mai helyzet. Nincs ott az erő. Ha nem én nincs. Mert én már terméke nekünk is. Többet. Minél többet leteszünk, annál többet ad az Úr. De mindenek ára van. Ördög harcba száll ellenünk, vereséget szenvednek. Az biztos, mert nagyobb az, aki bennünk van. És ezt itt elvettek, halleluja. Lépd át a határvonal, a perre kell egy döntés onnan. Ha jó neked a járvasi keret, vagy több keret. A királyi keret, ilyen egyszerűen, a királyi keret kell. Királyi keret. Uram, én nem akarok úgy élni, hogy csak tudom, hiszem, vagy tanítom eleget a dolgokat. Akarom nagyobb kenet elejét járjam át a Szent Szellem minden ajándékában. Amen. Csak erre van itt a három, én azt megkérném, hogy mondjátok ti is végig. Ennek az a lényege, hogy tennünk kell valamit, közös imádság, anélkül semmi sincs, mert ott már eleve az Úr ki fogja jelenteni, vagy neked, vagy akár melyikünknek is. A stratégiát, amit nekünk tennünk kell, ahogy az ige is mondja, hogy fel kell mérni, hogy mennyi az áldozat a harcba. Ne járjunk úgy, mint a építkedő, amit is így elkezdem nagy rössze, aztán a koszorúig eljutottam, tetőre már nincs pénz, kész belemutam. Nem. Hanem ez a imádság, közös imádságba kell, de sokkal többet, mert legyen 10-15 perces imádság, arra is szükség van, mikor egy betege imádkozol, vagy egy munkahelyen, természetesen, hogy ezért is, de sokkal többet akar az Úr. Aki az egész éjszakákat át imádkozol, úgy, hogy észre se veszik. Még? Mert Szent Szellem jelenlétében van. Ha már úgy betöltekedett, akkor neked még ha ősz, ha térdesz, aztán hiszem, hogy az egész éjszakában át imád térdesz. Mert észre se veszed, mert már nem test vagy, hanem a Szent Szellemnek kötöttek. Ez csodálatos imádság, ezt akarjuk most bevezetnem drága testvéreken keresztül. Ők már ebben járatosak is az Úr dicsőségében, úgyhogy össze fogunk jönni több alkalom, mert majd mindenkinek fogjuk tudni mondani. Ti is mondhatjátok azoknak a személyeknek, aki többet akar. Aki nyavajog, annak nem. Az egy imádkozó. Jöjjön, se nyavajgásból. Figyelj! Mondjátok, akkor utána van itt három jó ima. Szóval nem játszani akarunk a gyülekezetben, hanem rendelkezni akarunk a fejedelmességek, erősségek legyőzésére szolgáló erővel, teljes fegyverzettel. Amen. Uram, be akarok lépni a királyságba, királyság keretével akarok működni, Elizeusi keret négyszeresé. Jézus hatalmas nevében. Amen. Az ellenséggel szemben Jézus hatalmas nevében megszabadítjuk a városainkat a démonok fogságából. Amen. Uram, kérünk téged, szálljon rá a hatalmasan, a harcos szellemi kenet, a Dávid szellemisége hatalmasan, Jézus nevében, Uram, újat akarunk és többet, Jézus Krisztus hatalmas nevében, Uram, és kérjük, Atyám, a te királyi keretedet, Uram, és kérjük, Atyám, te